Köszönöm szépen, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy eljöttek. Arról szeretnék ma beszélni, hogy mi is történt valójában. Hogy történetett az meg, hogy egy miniszterelnök jelölti vitán, és nem egyen, hanem mind a kettőn, kardinális kérdés volt az én személyem. Hogy lehet az, hogy a náci karlendítéses jobbikos jelölt mellett kiáll a pártelnöke? A devizahiteles károsultakon nyerészkedő momentumos jelölt mellett kiáll a pártelnöke? Az offshore cégekben érdekelt DK-s jelölt mellett kiáll a miniszterelnök jelöltje? Ugyanakkor mindenféle bizonyíték nélkül, mendemondákra hivatkozva, úgy, hogy pontosan tudta, semmi nem igaz abból, amivel vádolnak, az én volt miniszterelnök jelöltem nem, hogy kiállt volna mellettem, hanem inkább megvonta tőlem a támogatását. Egy tisztességes választáson jó esélyem van a győzelemre. Azonban az elmúlt hónapokban olyan lejárató kampány indult ellenem, amely módszerében épp a politikai ellenfeleinkét, a Fideszét idézi. Ez a mocskolódó kampány sejtetéseken, bizonyíthatatlan, nem egyszer perekben cáfolt állításokon alapszik, vagyis nem lehet vélekezni ellene. Ráadásul a sajtó, mintha csak a Fidesz propaganda gépezetének része lenne, ellenfelem állítólagos, minden kétségen felülálló igazságára alapozva, mintha gomnyomásra szajkózná a valótlanságokat. Egy ilyen támadás tónaiban a helyreigazítási kérelmek és a perek elveszítik értelmüket. Mert ugyan kit érdekelnek majd néhány hónap múlva azok az ítéletek, pármondatos helyreigazítások, amelyek az igazamat bizonyítják. Rajtam kívül már senkit. A cél az volt, hogy a nevemet besározzák, és ez megtörtént. Olyannyira, hogy már nem csak engem, de a családomat is megfenyegették. A kampány alatt azzal fenyegettek meg, hogy ha nem szállok ki a politikából, akkor megölnek. A rendőrség szerencsére megtalálta az elkövetőt, és lezárta a nyomozást. A volt miniszterelnök jelöltem tudott róla, de semmit nem tett, nem állt ki mellettem. Karácsony Gergely és a korábban engem támogató pártok merő politikai számításból kihátráltok mögölem úgy, hogy módom sem volt az ellenem felhozott újabb, alaptalan vádokat cáfolni. Nem vagyok naív, tisztában vagyok a politika természetével, de nem gondoltam, hogy így kell megismernem Churchill igazságát. Az ellenségeink nem velünk szemben, hanem mögöttünk vannak, és nem válogatnak az eszközökben. Rendkívül igazságtalan, ami velem történt, annak ellenére, hogy vannak, akik szerint ez igazságos. Persze csak addig, amíg velük is ugyanez nem fog megtörténni. Lehetne most keményebb dolgokat is mondani azokra, akik most elárultak, de higgyék el, engem most nem a bosszú vezérel. Ilyen körülmények között a jövőben nem tudnám ugyanúgy képviselni Zuglót, a helyi emberek érdekeit, ahogy ezt eddig tettem, és aminek eredményekét nem csak leváltottuk helyben a Fideszt, hanem a legnehezebb időszakokban is képes voltam kétszer megnyerni a választást. Erre pedig a zuglóiak nem szolgáltak rá. Nekik továbbra is napi szintű képviseletre van szükségük, olyan emberre, aki meghallgatja őket, aki ismeri a problémáikat, tudja, mit kell haladéktól elintézni, nem keveri össze a Nagy Lajos királyútját az Egressy úttal. Van politika ereje ahhoz, hogy a helyben élők helyzetét érdemben javítsa. Én a hátralévő képviselő időszakomban, vagyis a következő választásig, vagy eddig is, a zuglóiakat fogom képviselni az országgyűlésben. Úgy, ahogy hitem szerint tenni kell. Nem hőzöngéssel, hanem megkerülhetetlen, kitartó munkával. Én az üzleti életből 50 évesen kerültem a parlamentbe. Nagyon sok mindenről lemondtam ezért. De most már alig várom, hogy újra folytathassam a korábbi munkámat. Nincs rá szükségem, hogy ebben a politikai mocsárban tovább küzdjek, ahol nem az értékek, csak is az érdekek a fontosak. Ezért úgy döntöttem, hogy most visszalépek a jelöltségtől. Ennyi volt, elég volt. Mindent elmondtam, az ügyet magam részéről lezártam. További mondani valóm ezzel kapcsolatban nincsen. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra. Köszönöm, Gergely.